sok fontos, érdekes találmány azért veszett el, mert a feltaláló a kályhát, a kezdő lépés sem mutatta meg. Én ezzel a felelősséggel nem akarok élni, és magam és barátaink azért fogtunk össze, hogy ezt a dolgot nyilvánosságra hozzuk. Nekünk magunknak nincsen ahhoz anyagi lehetőségünk, erőnk, hogy ezt a dolgot végigvigyük. A társadalom segítsége, támogatása életbe vágó. Anélkül ez a dolog nem megy. Itt mi csak az alapokat mutatjuk meg, és utána majd néhány mérési eredményt is elmondanék. Azt tudom elmondani, hogy ennél a szerkezetnél némi többlethő már van, de ez semmiképpen sem tökéletes. Szerintem valahol az útnak a harmadánál tartunk most, ami ennél az ötödik generációs szerkezetnél látszani fog. Mindig is érdekeltek az elfeledett, a tiltott találmányok, amiket már a feledés homálya belepte. És sok ilyen elfeledett találmány azért került a súlyesztőbe, mert a kor tudósai egyáltalán nem értették, hogy mi van. De időközben a nagy tudomány is poroszkálta maga szép lassú sebességével, és bizonyos dolgok, bizonyos elfeledett találmányok ma már érthetőek, ami 100 évvel ezelőtt teljesen zöldségnek vagy varázslásnak tűnt. Amit itt látni fogunk, elsősorban azért jó, mert mindig működik, megbízható. Erre háztartási berendezést lehet majd alapozni. Tehát mi megtaláltuk azokat a gyökereket, a legegyszerűbb formát, amire egy ipart lehet alapozni, hiszen mindig működnie kell, nem lehet az, hogy néha megy, néha nem megy. Tényleg ez a legfontosabb kérdés, hogy mire jó az egész, mert itt mondjuk lehet, hogy alapkutatásnak tűnik, de határozott műszaki célunk az, hogy legyen egy ekkora kis készüléke, amivel valaki fűtheti, mit tudom én, a 70-80 négyzetméteres lakását, úgyhogy ősszel bekapcsolja és tavaszig egy töltettel elfűti. Kell hozzá egy kis víz, tulajdonképpen a víznek a hidrogénje, néhány gram, és aztán néhány gramnyi ilyen betétanyag, mondjuk szén. És kell annyi elektromos energia, ami persze a meleg vizet keringeti a rendszerbe, felfűti a üzemi hőmérsékletre a gépet, valamint a szabályzó rendszert működteti. De ennek segítségével még egy 8. emeleten levő lakótelepi lakást is le lehet választani a központi fűtésről, és mindenki saját magának kialakíthat egy egyedi fűtést. Én azt gondolom, hogy havonta $1-2 lenne a működtetési költség, és a hőt gyakorlatilag ingyen kapná. Az egy olyan változat lenne, ami mondjuk csak körülbelül 100 fokos hőt termel, mert egy lakásban ennél több nem kell. Ez, amit látunk, ez egy ipari változat, ahol 1000 fokos hő keletkezhet. Az iparnak néha szüksége van ilyen magas hőmérsékletre, és azt is meg tudjuk oldani. Az a pályázat, amit megnyertünk, és kiutalták a pénzt, az $1 millió volt körülbelül, tehát ez egy nagyon komoly összeg, ez biztosan elegendő lett volna, ezt nyúlták el előlünk, ezt vették el tőlünk. Itt már annyiszor tettek nekünk keresztbe ebbe az ügybe, annyi aljassággal találkoztunk, amit egy kis csoport nem bír kivédeni. Ugye még az is előfordult, hogy a magyar állambácsi adott nekünk hivatalos pályázati támogatást, megkapta egy cég, fölvásárolta, ez egy mosonmagyaróvári cég, fölvásárolta egy norvég olajcég, innentől kezdve mi egy fillért nem láttunk a dologból, eltűnt a pénz. Mindenre képesek azért, hogy ez az energia, az olajmonopólium megőrződjön, az övéké legyen, és borzalmas pénzeket szednek össze, azon az áron, hogy a társadalom és a környezet tönkre megy. Az unokáink se fogják ezt
a helyrehozni, akár permanens, visszafordíthatatlan. Ebbe a kis pohárba közönséges faszén van megőrölve. Azt azért én megmutatom, és ezt közelébe kéne hozni, hogy ez a faszén, ez nem mágnesezhető, tehát egy nagyon erős mágneszt húzgálok alatta, és nem mozog. Na most ezt a faszént fogjuk betölteni ebbe a kis hőálló üveggömbbe. És gyújtós gyanánt egy ceruza belet teszek, ez egy vékony grafitszál. És ezt így beteszem, majd lezárjuk a szerkezetet. Na, hadd szóljon. Hűtés, nagy fesz. És hát nagyon átmelegszik ilyenkor. Körülbelül egy perc után éri el az üzemi hőmérsékletet, akkor indul tulajdonképpen a fúzió, és még egy percet hagytuk benne, tehát egy perces üzemidő után láthatjuk a jelenséget, akkor atommagok átalakulása történik, ugyanaz, mint a nap belsejébe, csak itt, vagy egy hidrogénbombánál, csak itt nagyon szépen, lassan, egyenletesen, szabályozhatóan, és ez az egész dolognak a lényege, meg az értelme, hogy szép lassan, szabályozhatóan történjen minden. Így gyorsabban kihűl. Ilyenkor lehet látni, hogy a gömb belsejében még ott van a szénpor, de a szénpor teteje az teljesen szürke. A tetején már nagyon sok vas alakul át, hát a szénpor kupac alatt természetesen érintetlen az eredeti szénpor, de most megpróbálom majd óvatosan megkocogtatni, kikotorni belőle ezt a porocskát. Így. Na és akkor most megnézzük újra mágnessel. És azt lehet látni, hogy a mágnes az most mozgatja a kupacot. Tehát elég sok vas összejött, de nem csak vas van benne természetesen, hanem készítettünk mi ilyen elektronsugaras vagy mikroanalízises anyagvizsgálatot. Ez az EDX, ez a tudományban ez egy elfogadott és ismert eljárás, és akkor ezzel meg lehet mérni, hogy az eredeti legnagyjából tiszta szén az annak körülbelül 6%-a lesz vas, akkor 4%-nyi alumínium keletkezik, 1-2%-nyi kalcium, és nyomokban króm, sőt az az érdekes, hogy nátrium és kálium is nagyon kis mennyiségben, de képződik. Hát itt csak a szilárd anyagokat tudjuk megnézni, amik gázok közben felszabadulnak és távoznak, azokat mi nem látjuk, mert nem tudjuk elvinni analízisre. Ide föl van szerelve egy nagyon egyszerű, igen olcsó, ilyen optikai emissziós spektrométer, a színképvonalakat látjuk. Azt látjuk például, hogy amikor beindul a reakció, néha kék, néha sárga lángok vannak. A sárga láng szinte angströmre pontosan úgy tűnik, hogy nátriumnak a fénye. Tehát szénport berakunk, nátriumot látunk, és amikor kiveszünk, akkor vas.
vas van benne. Tehát mi ezzel meg tudjuk azt a reakciót valósítani, amit ma a kémiának neveznek, tehát az atommagok átalakítását. Nagy, borzalmas nagy gyorsítókban, atomreaktorokban ez a folyamat persze létrejön, csak nem ilyen piciny méretekben. És a mi trükkünk az, hogy nagyon sok rezonanciát teszünk egymás mögé. Ez az a műszaki fogás, aminek segítségével ezt a nagyon nehéz feladatot meg lehet oldani. Tehát ez a lényeg, hogy a már publikált folyóiratokban levő eredményekkel Tesla megadott szabadalmaiból kiolvasható dolgokkal gyakorlatilag a földgázt vagy a kőszenet lehet neki váltani széndioxid termelése nélkül fenntarthatóan sok száz millió évre elegendően megoldhatnánk az iparnak a hőigényét és a háztartásoknak a hőigényét, de természetesen azzal, hogy hőt termelünk, azzal lehet adszorciós klímaberendezéseket is hajtani, tehát forró éghajlaton hűteni lehet vele. Hát ez már egy apró műszaki probléma. Ezen kívül természetesen, ha van olcsó hőenergia, akkor a tengervíz sótalanítás nem probléma, a sivatagokat talán lehetne így öntözni. Nagyon sok társadalmi problémára jelenthet ez a megoldás, de segítség nélkül nem tudunk eljutni sehová.